Meleg Attila szociológussal itt beszélgetünk Bukarestben. Ön abból az alkalomból volt itt, hogy egy előadást tartott, amelynek címe Migráció és a demográfiai alapú nacionalizmusnak a radikalizációja, radikalizálódása. A kérdésem az, hogy milyen alkalom volt, tehát éppen azért, mert most hívták meg ide, vagy pedig azért, mert ez a kérdés nagyon is aktuális? Hát ez a kérdés, jó napot kívánok mindenkinek, és örömmel vagyok itt. Ez a kérdés rendkívül aktuális, és hogy ez egy véletlenszerű dolog volt, hogy én most jöttem éppen, Szófiából jöttem. De igen, én azt gondolom, hogy ez a kérdés nem csak a migráció kérdése, hanem a migrációra adott reakciónak a kérdése, ez egy létfontosságú kérdésé vált az utóbbi időben. Jó, most a cím első részével, tehát a migrációról mindenki legalábbis azt hiszi, hogy tudja, hogy mi az, és hogy miről szól. Beszéljünk viszont egy picit arról, hogy a demográfiai alapú nacionalizmus. Ez egészen pontosan mit fed? Azt fedi, talán jól értettem én, hogy ez tulajdonképpen egy mondva csinált nacionalizmus, amely nem is az, csak deklaratívan? Én nem értékelném ezt, én leíró fogalomként használnám ezt. Ez alatt én azt értem, hogy adott országok vagy térségek arra törekednek, hogy úgymond a népesség reprodukcióját, fejlődését, azt úgymond saját erőből oldják meg, és lehetőség szerint minél kevesebbet tegyenek másképpen. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen nagyon egyszerű fogalom. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom, mindenki, hogy mondjam, inkább a saját magához hasonlókat szeretné maga körül látni, vagy van ennek egy ilyen magyarázata is? Hát hogyne. Tehát, hogy igen, hogy persze a csoport hogyan van kijelölve, az egy fontos kérdés, hogy ki tartozik bele, és ki nem tartozik bele. De ugye azért nehéz ez a dolog, mert ez egy nagyon természetes dolognak tűnik. Hogy lássuk, hogy ez adott esetben a migráció, ami egy rendkívül komplex folyamat, csak komplex elemzésnek lehet alávetni. Nagyon sok szereplője van. Minden társadalom be van ágyazva a világba, tehát akarja, nem akarja, még Észak-Korea is be van ágyazva a világba, nem lehet kivonulni ebből, ebben benne élünk. És akkor innentől kezdve válik igazán érdekessé a dolog. Jó, most migráció az ugye mindig volt, most is van, és valószínűleg, hogy mindig is lesz. Miért vált ez most ennyire aktuálisra? Ez egy nagyon jó kérdés. Próbálok rá a mi szempontunkból válaszolni. Ennek a térségnek nagyon komoly problémái vannak. Tehát amiben mi élünk, nevezhetjük ezt Közép-Európának, Kelet-Európának, ki hogy szereti, Dél-Kelet-Európának. Én általában Dél-Kelet-Európát mondom, mert ez valamiért nekem egy elég jól kezelhető térség. Most ez a térség hosszú ideje rendkívül egyenlőtlen viszonyban van a világ többi részével. Ez nem teljesen új keletű, de ez felerősödött az utóbbi időben. És ennek az egyik formája maga a migráció. Ez azt jelenti, hogy az itt élő emberek nagyon kemény munkával más gazdaságokban dolgoznak, ott végzik el a munkát, ott fizetik be az adót, a társadalombiztosítást, és próbálnak valamiképpen lavírozni ebben az egyenlőtlenségben. Ez egy egyenlőtlen viszony, mert mi adjuk a munkát, a tőke viszont a másik oldalról jön, és ennek a jövedelmi oldala sosem ugyanaz. Jó, és mi ezzel a probléma? Ezért én azt gondolom, hogy az a probléma, hogyha ez egy egyenlőtlen viszony, akkor mi többet adunk, mint amit kapunk. Ez az egyik dolog. A másik, ki vagyunk a mi? Ez a mi alatt, ezt én értem, tehát, hogy Erdélyben, Románia más területein, Magyarországon, Szerbiában, Bulgáriában élő emberek, millió számra. Tehát egyszer ezt összeszámoltam, ha belevettük még Ukrajnát is, ez néhány évvel ezelőtt, ez 14 millió ember volt, aki másutt élt és másutt dolgozott, mint a térségben. Most 14 millió, azért az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szám. Ezzel az a baj, hogy egyenlőtlen, tehát, hogy ugye mi egyrészt odaadjuk azt a népességet, amelyik fiatal, jól szakképzett, az adott területen rugalmasan alkalmazható, és ezek az emberek ott dolgoznak,
majd pedig visszafelé ugyan kapunk valamiféle befektetéseket, de ez ugye ezt a munkaerőt már nem tudja lekötni, és akkor itt van egy népesség, ami az alacsony termékenység miatt egyre inkább idősödik, a komoly társadalombiztosítási problémákat vet föl a kérdés. Tehát ezért mondom, hogy ez egyenlőtlen csere, mert ebből hosszú távon se lehet jól kijönni. Tehát sohase lesz annyi a hazaküldött munkajövedelem, ami ellensúlyozna azt a veszteséget, amit ez a térség átél. Jó, ez a mi veszteségünk. De a befogadó társadalmak sem tűnnek olyan borzasztóan boldognak ezzel a jelenséggel. Ennek viszont mi a magyarázata? Hát ez mindig így van bizonyos szempontból. Most különösen élessé vált a dolog, ugye az Egyesült Királyság kilépésével. Az egy nagyon jó tanmese arra vonatkozóan, hogy mi történik. Én ott azt gondolom, hogy ott sok össze-vissza beszéd van, de a lényeg, ha közelről megnézzük a dolgot, az az, hogy a munkát azt örömmel veszik, hogy ott valakik szociális jogokat szerezzenek, azt viszont nem veszik örömmel. Ugye mindig úgy jó a bevándorló munka, hogy hát nem szokták használni ezt a szót, kellően elnyomott állapotban legyen. Tehát miután, ha nem állampolgár, és nincs védve ezen intézmények által, akkor jól kihasználható. Sok honfitársunk tudja, hiszen elmennek, napi 12-14, ad abszurdum 16 órát dolgoznak, több esetben nem fizetik ki őket, ki vannak téve rendkívül nehéz körülményeknek. Ezt pont el fogja tudni mondani bármelyikünknek. Én szociológus vagyok, úgyhogy kénytelen vagyok beszélgetni velük, úgyhogy meg is tanulom tőlük. Borzasztó interjúkat olvastam végig, borzasztó interjúkat csináltam az életemben, ami arra int, hogy aki azt mondja, hogy a migráció úgy általában jó, azt az előtte próbáljon meg mindenképpen gondolkozni. Jó, mégis nem jó. Nem jó a befogadóknak, nem jó annak, akik mennek, ez így társadalmilag beszélek, egyénileg bizonyára jó, mert különben nem tennék ezt az emberek, tehát biztos nincs más választások, azért teszik ezt. De mi az, amivel nem tudom, ezt fékezni lehetne, vagy... Nagyon jó kérdés, de mondanék valamit. Igen, mindenki azt gondolja, hogy ez egyénileg jó. Nem biztos. Erre nagyon sok példát tudok, hogy nem biztos. Most nem ebből a térségből veszem a példát. Például Bangladesből nagyon sokan mennek nagyon rossz körülmények között dolgozni, mondjuk az Egyesült Arab Emírségbe. A borzasztó körülmények közé. Tulajdonképpen az ott eltöltött időnek a felét rabszolgaként töltik el, mert azt a pénzt dolgozzák le nagyon alacsony bér mellett, amit ki kellett fizetni ahhoz, hogy ott munkát kapjanak. És az ember fölteszi ezt a kérdést magának, én tanításnál fölteszem a diáknak, miért teszik ezt? És erre a választ, hát ugye mindig az elemzésből kapjuk meg, de sokszor ők maguk is elég pontosan mutatnak rá, hogy olyan kényszerítő erők vannak, amivel nem tudnak mit csinálni. A család elküldi őket. Tehát a család egy ilyen összevont stratégiát csinál, és megmondja, hogy te odamész, mert szegények, tehát valamiképpen szeretnének túlélni ebben a dolgokban. Nem teljesen idegen ez itt sem. Tehát csak mondok valakit, ugye itt tömegével vesztették el az emberek a munkájukat, ma is nagyon bizonytalan munkahelyek vannak. Hát egyre bizonytalanabb. Így van. Ennek már sokai is vannak. Ez az új rendszernek a lényege. És ebben az esetben, ha van egy pár, adott esetben gyerekekkel, ott is, hogyha bedől valamelyik ugye, tartó pillér, akkor abban a pillanatban, például ezt láttam, ha férfi munkája megszűnik, akkor elkezdik elküldeni a nőt, hogy akkor te viszont elmész, és dolgozol idős gondozóként, vagy ápolóként, mert másképpen nem tudjuk megoldani a dolgot. Nem egészen úgy néz ki, hogy ezek a valakik erre vágytak, hogy ezt megtegyék ezt a dolgot. Nagyon sok kényszerítő erő van, amire nem tehetnek. Tehát például tehetnek arról az emberek, hogy bedőlnek ezek a vállalatok, amiknél dolgoznak, vagy ezek a munkahelyek megszűnnek, nem tehetnek róla. Ez rájuk szakad, mint a rossz idő. Tehát nem, és akkor elkezdenek ebben valamiképpen mozogni. Tehát ezért mondom,
mindig azt, hogy ezt komolyan kell venni, ez egy nagyon komoly kérdés, nem csak az, hogy egyénileg biztosan jól járnak, nem biztos, hogy egyénileg jól járnak, mondok még tovább, olyan költségeket vállalnak föl, ami egészen elképesztő. Hát ugye ma már külön szakma van az úgynevezett transznacionális családra. Tehát a családi életekben ellátnak, a gyerekek vannak egyedül, vagy nagyszülővel. A párok tönkre mennek, mert nem látják egymást. Hát Skype-on nem lehet fönntartani egy családot, azért ezt elég könnyű belátni. Szóval olyan költségeket vannak. Itthon maradnak ugye a gondozott idős embereket, ugye el kell látni, hogyha én elmegyek, akkor ki látja el őket. Tehát ezek az emberek, ugye ez a baj ezzel a rendszerrel, amit ugye kapitalizmusnak neveznek, hogy csak az a része érdekli a gazdaságot, csak az a része érdekli a mi munkerőnek, amit tud azonnal értékesíteni. Ami ezzel járna, arra viszont nincs figyelme, azt nem fizeti ki. Tehát ki, melyik idős gondozónak fizeti ki, hogy magával vigye a családját? Tehát ő ott családot épít, cserébe a saját családját tegye tönkre. Tehát körülbelül ez a deal van fölkínálva nekik. Na most ezek azok a dolgok, amik arra intenek, hogy nem csak makroszinten, hanem egyéni, családi szinten is. Ez egy egyenlőtlen viszony. És ezzel van. Most ezzel mit lehet kezdeni? Na most... egy valamit én megtanultam, én történészként is dolgozom, meg szociológusként is. A társadalomban nagy erők vannak. Tehát ez nem úgy megy, hogy kimegyünk, és akkor kettőt vakkantunk, és akkor majd másképpen fog működni minden, mert ez egyszerűen lehetetlen. Emögött nagy erők vannak, hogy az egyik ugye az egyenlőtlenségek stabilak. Tehát valahogy ugye azt várták az itteni társadalmat, hogy majd fölzárkoznak bérben. Semmiben nem zárkoztak föl. Megnézzük az adatokat, tulajdonképpen... jobb helyzetben voltak a 70-es években, mint ma, relatíve, mondjuk, hogyha Németországhoz viszonyítjuk őket, tehát ezeket az országokat. Úgyhogy ezzel csak azt mondani, hogy ezzel szemben nem lehet mit csinálni. Ez olyan, mintha egy folyóval szemben, egy vödörrel megpróbálok valamit kezdeni, nem lehet vele igazán. El kell fogadni valamilyen szinten, ezek nagy erők. A nagy erőknél arra kell vigyázni, hogy ami veszteség van, azt meg kell próbálni minimalizálni, ami előny van, azt pedig meg kell próbálni növelni. Tehát, hogyha úgy mondjam, okos, transznacionális politikát kell végezni ebben a dologban. Mondok rá néhány példát, ezt egy projektben, amit különben Erdélyben próbáltak ki először, hogy összeszedni a helyi közösségben, kik mentek el, milyen szakmájuk van, mivel dolgoznak, és ezt bentartani a helyi tudatban és a helyi közösségben, hogy ad absurdum ezt lehessen hasznosítani. Nagyon sokan beszélnek a világban, ezt tudják ezeket a problémákat. Beszélnek diaszpóra kötvényről. Beszélnek olyan formákról, amikor azok a pénzek, vagy azok a szaktudások, amik keletkeznek, külföldön, azokat az itthoniak is tudják hasznosítani. Vagy vice versa, segíteni az elmenteket abban, hogy a szálak ne szakadjanak el, hogy az itthon maradt idősek gondozva legyenek. Tehát arra kell figyelni, hogy föl kell, tehát mindig kell tudni adaptálódni a dologhoz. Nem kell vele egyetérteni, de mindig kell tudni adaptálódni. Ez elméletben nagyon szépen hangzik, viszont az, ami itt konkrétan történik, az, hogy a demográfiai mutatók egyre rosszabbak, azaz, hogy a népesség fogy, még el is vándorol. Ez így. És akkor mi lesz? Hát ez a térség ebből a szempontból kiürülőben van. Ez a térség, ezért mondtam, hogy egyenlőtlen csere, mert hosszú távon korlátozottak a nyereségei ebből az újfajta viszonyból. A demográfiai szempontból ez a térség igen rossz állapotban van, nagyon komoly öregedésnek néz elébe. Azt nem várhatjuk, hogy a termékenység jelentősen nőne, ha már stagnál, az már egészen jó. Bizonyos szempontból, hogy kicsit növekszik, akkor pedig egészen kiváló dolog. Erre persze ezek az országok meg is próbálnak rásegíteni, ezek az országok mindig támogatják a gyerekvállalást. Csak hát azt gondolom, hogy akkora a feszültség, a lét bizonytalansága, a jövedelmi várakozások, tehát hogy mit szeretnének elérni az emberek, mit szeretnének fogyasztani, hogy szeretnének élni, a bizonytalanság is ez, aminek valamiképpen a demográfiai viselkedésben ez meg fog jelenni. Tehát, hogy nehéz azt várni, hogy ez radikálisan
megváltozna. Illetve is van egy másik dolog, és erről is kell beszélni, hogy ha viszont befogadna ez a népesség, akkor befogadni csak azokat szeretné, akik etnikai történeti kötelékek révén kötődnek az adott területhez. Ezt csinálják ez a térség, miközben nagyon nagy számban, millió számra adja ki az embereket. Közben igazából az adott térségen belül mi egymástól veszünk úgymond bevándorlókat. Most én ezt nem, ez szó semleges értelmében használom, tehát félreértés ne essék. Tehát tulajdonképpen még ahelyett, hogy mi még egymás helyzetét egy kicsit rontjuk ebben a dologban, hogyha így madártávlatból ránézek a térségre. Jó, ezt egy kicsit konkretizáljuk, egészen pontosan, hogy rontjuk, tehát mit, hogy oldja meg ezt Magyarország, hogy mit Nizán, válaszol Magyar... ezt Románia erre? Magyarország számára a határon túlélő magyarok volt az a biztos forrás, ahonnan új népesség érkezett, a magyar népesség száma azért, Magyarország népesség száma azért nem csökkent. Jelentősebben, mondjuk a 90-es években, meg a 2000-es évek jelentősebb részesében, mert nagyon nagy számban települtek át emberek. Na most, amint ez a forrás ugye sokfelé oszlik, tehát Spanyolországtól Németországig terjed, meg Amerika, meg Izrael, tehát nem is beszélni, sőt, mondhatnám még tovább, Jordánia, Dél-Afrika, tehát minden van itt már, ha itt ezt közelről megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen furcsa kompetitív helyzet alakult ki. Ezt különben mérték is kutatók, emlékszem, Kis Tamás és Gödrérén is látta ezt, tehát hogy itt át is alakult ez az áttelepülés, hogy igazából például Erdélyből már csak az alsóbb rétegek gondolkoztak abban, hogy Magyarországra átmennek, a többi réteg már egészen más irányban gondolkodott. Tehát ezek is szétválnak. Ez ilyen furcsa verseny. Ezzel tudunk rontani egymás helyzetén különben. Ugye ez mindig egy ilyen nagyon nehéz dolog is volt, hiszen itt volt egy ugye olyan szempont is, hogy megmaradjon a magyar közösség, és ez a magyar közösség. Tehát ugye, na most innen van a dolog. Tehát onnan kezdte a kérdést, hogy ez miért erősödik föl ez a félelem. Hát azért erősödik föl a félelem, mert egyre nehezebb a helyzet. Tehát egyre, hogy mondjam, idegesebben fognak erre reagálni, hiszen ezek az etnikai követelmények, hogy megmaradás, stb., ezek egyre nagyobb bajban vannak. Tehát egyre nehezebb fönntartani ezeket a kívánalmakat. Na most önt emlegette, idegességről beszélt, nem tudom, ezt így mondják a szociológiában, nem így mondják. Egészen pontosan én azt hiszem, hogy ez egy eufemizmus, és hogy egészen tulajdonképpen mire gondolt ön? És ez az idegesség, ez csak itt észlelhető, a kis, viszonylag kis európai közösségekben, vagy ez egy globálisabb idegesség? Ez egy nagyon érdekes dolog, ami történik, úgyhogy érdemesebb komolyan gondolkodni. Én nem haragszom erre a kifejezésre, idegesség, mert ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon komoly megoldatlan problémák vannak, nagyon komoly feszültségek vannak, és ezek a feszültségek nem fognak nyugodt választ az adott rendszeren belül. Mert a probléma, és ebben legyünk nyíltak és kritikaiak, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi politikai elitek nem tudják a választ ezekre az egyenlőtlenségi viszonyokra. Szimbolikusan küzdenek vele, ez egy szimbolikus küzdelem, és nem a valósággal való törődés igazából. Ezt én most kritikailag merem mondani, én hát kívülállok ezen, nekem az a szakmám bizonyos szempontból, hogy ezeket is meg tudja mondani. Én úgy látom, hogy itt maximum felületi szinten van kezelés. És amikor az előadásra is utalt, amikor pánikról beszélek, akkor nem erről beszélek, hanem a pánik kifejezés, amit különben használ a szociológia. Van különben magyar társadalomtörténetben is nagyon jó szó rá, ezt ugye Bibó István úgy nevezte, hogy hisztéria. És ugye azt mondta akkor Bibó István nagyon helyesen, hogy akkor megbillennek az egyensúlyok a közösségen belül, akkor áll ez elő. Tehát erre jól emlékszik, igen, erre a dologra, tehát nem kell, nem tudom honnan hozni
az elméletet hozzá, tehát Bibó Istvánt is újra lehet. És most egy ilyen hisztéria helyzet van, egy pánik. Én azt gondolom, hogy, és itt van egy nagyon fontos dolog, amiről nagyon világosan kell beszélni. Tehát Európa hosszabb ideje valamikor kivándorló volt, egész az 50-es évekig, a kontinens maga. A 60-as évektől váltott egy része. Egy része sosem. Tehát itt Dél-Keletről sok ország mindig is elvándorló volt, elvándorló is maradt. Jó? Hát egy ideig nem lehetett innen elvándorolni. De azért még innen is elvándoroltak, hiszen igen. Ugye Izraelbe elmentek. Igen. Németországba elmentek. Hát különböző felületes, hát Magyarországra igen. Elmentek. Bocsánat, és még máshova is még mentek. Igaz, hogy ez ellenőrzött, korlátozott, elnyomott formában történt, de hát ez az eredmény szempontjából biztos, mert nem kérdés. De hogy visszatér, tehát most arról beszélt, hogy Európa igen nagy számban fogad embereket, most az utóbbi időben ez a szám, és ezen belül a menedék kérőknek a száma, az azért ment föl leginkább, mindig nagy szám volt. Tehát, hogyha megnézzük, a 90-es évek elejétől ez nem alacsony. A 90-es évek elején különben a mi térségünk produkálta ugyanezt a hullámot, mint amit most látunk. Abból a térségből, amit nagyhatalmak, végigmondhatom, hogy mely nagyhatalmak, tehát mely hatalmak voltak ebben benne, mert ezért érdemes ezt átgondolni. Nagyon fontos az Egyesült Államok szerepe, nagyon fontos a Szaúd-Arábia szerepe ebben a dologban, fontos volt mindig is Törökország és Irán is ebben a dologban az utóbbi időben. Oroszország is benne volt, de európai országok is benne voltak, és mindig el akarjuk felejteni. Tehát mind Észak-Afrikában, mind az adott térségben az Egyesült Királyság az élen járt, Franciaország az élen járt, és ne feledjük el, amikor az iraki háború kapcsán kitört a vita. Ugye Németország, tehát Schröder kancellár és Chirac tiltakozott, azt mondta az amerikai kormányzatnak, hogy ez egy nem egy jó lépés, megjegyzem, ezt nyugodtan mondtam, nagyon helyesen azt mondta, hogy ez egy nem egy jó lépés, akkor bizony, ugye volt egy nagyon híres levél, a Blair-Aznar levél, amire viszont mi kelet-európai, mi sorakoztunk föl. Hát én nem felejtem el, akkor szocialista miniszterelnöke volt Magyarországnak, Medgyessy Péter úgy találta mondani, jaj, hát ő nagy bajban van, mert most úgy érzi magát, mint az elvált szülők gyereke, sose fogom elfelejteni, de ő támogatja a radikális beavatkozást. Na most az elindult az a beavatkozás, Afganisztánban 40 éve van lassan háború, a Irakban ugye 2003, de hát tulajdonképpen, hogyha vesszük a korábbi konfliktusait Iraknak, akkor ez már még hosszabb történet, de 14 éve brutális háború van, több mint 600 ezer ember meghalt ott Irakban, tehát civil ember meghalt. Ehhez hozzácsatlakozott Szíria, amit szintén egy ilyen belső harcnak, egy régión belüli harcnak, amit kívülről támogatnak, ahol Szaúd-Arábia hegemon helyzetbe akar kerülni Iránnal szemben, ennek a terepe Szíria lett, és ezek a társadalmak összeomlottak, Líbia összeomlott. Tehát a társadalmak jelentős részre olyan állapotban van, amit el nem tudunk képzelni. Én mindig a fejemben van, ugye én kevés fegyveres konfliktust láttam a világban, ugye nagyon emlékszem 89 karácsonyára. És azt tessék elképzelni mondjuk 10-15 évig, hogy az mit jelent. És akkor mi lett volna az, hogyha ez 10-15 évig tart, és még jobban beássák magukat, mit tudom én, Kolozsvár egyik fele lövi a másik felét, nem tudom, most már 4 éve. Tehát, hogyha ilyen állapotok állnának, ezt így kell elképzelni, ez megnövelte, tehát körülbelül, hogyha mindent összerakunk, óriási számban vannak a térségben menekültek. Iránban 1 millió a hivatalos, de igazából 3 millió. Törökországban meghaladta 3 milliót. Libanonban elérte, közel van a 1,5 millióhoz. Jordániában vízhiány van, 6-800 ezer ember van ott. Ez mind összerakom, ez egy borzasztó nagy szám. És ennek a nagy számnak egy része
elindult Európa felé, illetve Afrikából is még becsatlakoztak hozzájuk, ami mindig így van, soha nem lehet ezeket igazán szétválogatni, és igazából ez keltette egy óriási pánikot, vagy ezzel kapcsolatban lett óriási felháborodás, ami itt ebben a térségben, ahol vagyunk, ez különösen éles. És ez az egyik legérdekesebb szociológiai kérdés, hogy miért nem Németországban, Franciaországban, Belgiumban látjuk ezt, tehát a közvélemény kutatások szintjén, hanem miért látjuk ezt mondjuk Észtországban, Lettországban, Lengyelországban, Magyarországon. És miért? És Bulgáriában. Különben érdekes mondani, ez az ország még a viszonylag nyugodtabbak közé tartozik. Igen, igen. Tehát, hogy... És mi ennek a magyarázata? Én azt gondolom, hogy hát mindennek több tényezője van. Itt egyrészt, amiről beszéltünk, a térség nagyon feszült állapotban van, tehát hogyha alapszinten megnézem a bizonytalanságát, akkor ez rendkívül erős. Ez lenne az egyik. A második pedig az lenne, hogy én úgy gondolom, hogy indirekt versenyt éreznek az emberek, és egyszerűen félnek attól, azt mondják, hogyha hát nekem kell a munka itt Európában, és nekem több jogom van hozzá, hiszen én Európából jövök, azokkal szemben, akik más területekkel jönnek, és ezt próbálják meg valamiképpen érvényesíteni, tehát nagyon idegesen nézik azt, hogy ugye az az érdekes, hogy nem ide jönnek ezek az emberek, vagy hogyha ide jönnek, akkor gyorsan átmennek, de mégis idegesek arra, hogy miért mennek Németországba. És ezt a kérdést kell átgondolni. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik fontos magyarázata az, hogy ezt a térséget szeretnék fogni saját maguk számára. Ha már nem marad más, mint az ottani munka, akkor legalább ne kelljen olyan nagyon nagy versenyben lenni ezzel, és félnek attól, hogyha a bevándorlók ellen fordul ott is a közvélemény, akkor annak ők is megisszák a levét. Ugye ez történt Angliában is. Tehát, hogy meg lehet inni ennek a levét, és ezt érzékelik. Ezért mondom, ez egy nagyon feszült helyzet, és ezért van talán az, hogy ez a térség, amelyik ebből keveset kapott, mégis idegesebb, mint Európa többi része. Nem beszéltünk viszont még, igazából nem beszéltünk még a nacionalizmusról, legyen az demográfiai alapú, avagy nem. Egészen pontosan mi az összefüggés a migráció különböző fajtái, tehát a úgynevezett megélhetés, én inkább úgy mondanám, hogy szabadon választott migráció, meg a menekültek kérdése. Hogyan torkollik ez különféle nacionalizmusokba? És miért radikalizálódnak ezek? Én azt gondolom, nem, hát itt a nemzet tudat is, a nacionalizmus mindig is ezt gondolta. Tehát, hogy itt ennek nagyon komoly hagyománya van. Igazából most itt az a kérdés az, hogy miért válik annyira erőssé. Tehát én azt gondolom, hogy ez eddig is ez volt. Tehát ugye ezek a nemzetek mindig is attól féltek, hogy kihalnak, hogyha nincs kellő utánpótlásuk belülről. Mindig is tartottak attól, hogy túl nagy lesz az elvándorlás, és a túl nagy elvándorlás valami problémát. Most ez alapjában most ez kezdett előállni ez a helyzet, tehát ez megtörtént. Persze ez, én hozzáteszem szociológusként, nem kötelező elveszteni az embereket, hogyha elmennek három határon túl. Tehát lehet ezt a kapcsolatokat, ezeket valamiként tartani, erről beszéltünk. De mondjuk a bevándorlással szemben is mindig tartózkodóak voltak. Tehát ez mindig így volt. Most az a kérdés, hogy ez miért radikalizálódik. Én azért azt gondolom, és a másik, ugye a nemzettudatnak egy másik része, hogy ezek a nemzetek ugye Európát is még védik. Tehát ez egy nagyon régi hagyomány. És most ez megvalósulni látszik, és tulajdonképpen sok szempontból a politikai elit ezt használja, hogy ez a tudat ott volt, hogy egyszerre nem csak saját magukat, hogy úgymond Európát is védik, és ez most érdekes módon ugye így összeáll, strukturálisan is, meg a beszédben is valamiképpen összeáll ez a dolog. A radikalizálódásának különben ugye nagyon sok oka van, az egyrészt, amit mondtam, tehát, hogy nincsen valós válasz a kérdésekre, nem fog lejjebb menni az elvándorlás, nem lesz magasabb a termékenység jelentősen, még a legjobb esetben sem. Tehát ezek a dolgok nem fognak megoldódni, és ilyenkor gyakran van, hogy valami radikalizálódik. A másik, hogy most az egész világon egy ilyen, nevezzük így, egy ilyen konzervatív vagy autoritere fordulat van,
és ez ebbe beleilleszkedik, ez támogatja ezt, tehát ez a bevándorló ellenesség. Már csak azért is, és ebben is beszélünk világosan és egyenesen. Tehát az elmúlt 30-40 év nem csak a térség számára jelentett nagyobb nyitottságot, hanem a világ nagy része számára nagyobb nyitottságot jelentett. Mit jelent a nagyobb nyitottság? A tőke gyorsabban mozgott. Ha a tőke gyorsabban is többet mozog, és sok helyre megy, az még több migrációt produkál, ezt mi szociológusok tudjuk, megtanítjuk, tehát és ezt lehet empirikusan igazolni is, hogy ez így történik. Az emberek mozgása is itt főképp a térségben, tehát egész Európa, az egész kontinensen megnőtt, ahhoz képest, hogy mi volt korábban. Az élő munkaszerepe csökken, és az élő munkaszerepenek a csökkenése következtében ugye egyre nagyobbak a feszültségek. Tehát itt van egy nagy folyamat mögötte, ami rásegített erre a korábban is megfogalmazódott aggodalomra, és ez a kettő együtt állított most elő. Illetve tulajdonképpen háborús helyzet van. Tehát szerintem senki nem nézi, és mondjuk az baj, hogy nagyon keveset tudnak az emberek arra, hogy mi történik ott. És ez egy nagyon nagy probléma. Ott, vagyis... Tehát mit Szíriában, Irakban, mi történik, mi van Törökországban nap, mint nap, hogy élnek azok a menekültek, akik ott vannak. Tehát, hogy ugye lassan 3,5 millió van, hogy mit csinálnak azok a szerencsétlenek, hogy élnek. Fogalmunk nincs az embereknek. Mi zajlik Líbiában? Halavány lila gőzük sincs, mert Párizsban van egy bombatámadás, akkor abban a pillanatban ott mindent tudunk. Ott nap, mint nap történik, azt ugye észre se veszik az emberek, mert ekkora hír lesz belőle, ha egyáltalán valami. Azt normálisnak is tekinti, pedig szerintem nem normális ez sehol sem. Ez a helyzet eszkalálódott, erre a helyzetre nincs válasz. Most ezek a béketárgyalások, amiket nem tudom mennyire követnek az emberek, én nagyon követem, mert én nagyon szeretném, hogy ez legyen, ezek nagyon bizonytalannak tűnnek. Tehát, hogy tulajdonképpen háborús helyzet van, vagy félháborús helyzet van, közben, ugye ez, átment ez egy nyitott ciklus is, közben, és ez egy másik része, amiről nem beszélgettünk még, hogy Európa szerepe a világban leértékelődik, gazdaságilag, népességben, tehát ezt úgy mondhatnám, hogy provincializálódik Európa, egy kiemelt helyzetben volt, de ez most ezt elveszíti, ezt a helyzetet. Na, ezt én mindig egybe rakom, akkor nem lepődök meg, hogy mi történt. És szerintem ez a fontos, hogy ezt átgondoljuk, hogy itt nagyon sok ható tényező van. Az egy hibás válasz, illetve az csak a pániknak lehet a része, hogyha ezt megpróbáljuk embereken leverni. Tehát azt gondoljuk, hogy itt az a dolog lényege, hogy majd egyenként össze kell fogdosni őket, és akkor valamit kell csinálni. Erre azt gondolom a szociológusként, hogy ez nem, semmiképpen nem egy adekvát válasz. Erre helyileg nem is lehet rendesen válaszolni, erre csak globálisan lehet válaszolni. Ezt a globális és komplex választ kellene elősegíteni. Tehát a legjobb lenne, hogyha ebben gondolkodnánk, és valami nagyon konstruktív ötletekkel előállni, hogy ez hogy lehet, vagy közvetítésekkel, mert ugye a térség számára, mi térségünk számára most már két zóna van, egy másikról mi nem is beszéltünk, két zóna van, ami háborús, vagy háborús helyzet, vagy háborús tűzfészek, nem beszéltünk ugye Ukrajnáról, tehát magyarul ez a térség Tallintól Szófiáig, ez a térség most tulajdonképpen két, és hogyha mondjuk Észak-Afrikát harmadiknak tekintem, ezt megtehette, akkor bizonyos szempont még azáltal is érintetté vált, olyan bizonytalanok a határaink, hogy csak na, és ez szerintem tudat alatt is, meg tudatosan is az embereket félelemre visz, és azt gondolják, hogy be lehet csukni ajtót, ablakot, és akkor ebből majd ki lehet menekülni. Azért azt még csak megkérdezném, ugyanebben a nagyon optimista hangnemben, ugye? Itt van a millió és nagyon sokrétű gond, mindennek a gyökere ugye az egyenlőtlenség, amely megszűnni egyáltalán nem látszik, és erre semmiféle akarat nem mutatkozik. Ott vannak az emberek, akik elvándorolnak ilyen vagy olyan okokból,
ott vannak a befogadó társadalmak, amelyek azért ennek nem olyan nagyon örülnek, és az újabb feszültségeket kelt. Nos, ilyen körülmények között még, tudom, van-e idő mélyen elgondolkodni és konstruktív megoldásokat keresni? Hát szerintem nagyon nagyok a problémák, nagyon gyorsan kell tudni gondolkodni. Hogy ennek lesz-e eredménye, azt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ahhoz, hogy valós választ adjunk a kérdésekre, ahhoz a jelenlegi gazdasági renden módosítani kell. Ez egy legnagyobb probléma az utolsó időben, hogy volt egy beszéd, hogy majd ez a nagyon szabad piac, nagyon szabad kereskedelem, nagyon szabad mozgás mindent megold. Akkor többen mondták, mondtuk, ez nem így van, ezekkel problémák vannak, hiszen ezt tudtuk, hiszen a kritikai szociológia ezt már nagyon régóta napirenden tartja, tehát én nem magamtól tanultam, hanem elolvastam, hogy mit írnak Latin Amerikáról. És azt még komolyan is vettem. És sajnos ez igazolódott is. Na, azok a szakértők sokkal jobban jelezték előre, hogy mi fog történni, mint itt, akik, mert hány közgazdászt hallgattuk végig, hogy ez milyen nagyon kiváló lesz, és majd minden megoldódik. És ez nem történt meg. Úgyhogy ez arra kell, hogy incsen minket, hogy a jelenlegi gazdasági renden változtatni kell, hogy ez pontosan milyen változtatás legyen, hát van ennek és ennek milyen aktorai lehetnek, és ez hogy lehet, az egy borzasztóan nehéz kérdés. Tudnélik, nagyon kell vigyázni arra, és erre szokták ugye mindig a populizmus fogalmát használni, hogy ne ilyen látvány, vagy szimbolikus. Ugye mitől populista valami, az attól populista, az én véleményem szerint, hogy sok esetben nagyon helyes irányba mutat. Tehát jó az irány, jó felé mutat, de csak valamit szimbolikusan ott el akar kenni, vagy úgy csinál, mint hogyha ezt egy fél mozdulattal meg tudná oldani. Miközben ugye rendes elemzése tudja, hogy egy jóval nagyobb probléma, itt sokkal komplexebben kellene hozzányúlni, és nem kellene ennyire gyorsan csapkodni. Tehát a populizmus az a baj, hogy úgy ígér, hogy igazából nem fog tudni hozzányúlni a dologhoz. De az biztos. Más viszont nem ígér semmit. Ez így van. Ez egy nagyon fontos dolog. És az emberek arra figyelnek, aki ígér. Ez így van. De itt az lenne a fontos már, hogy tényleg a jelenlegi gazdasági rendnek legyen egy komoly reformja, ami például a szabad tőkemozgástra ad olyan választ, ami, megint csak ezt mondom, az előnyöket növeli, a hátrányokat csökkenti. Tehát például ehhez is hozzá kell tudni valamilyen szinten nyúlni. Ha nem nyúlunk hozzá, akkor szerintem nem. Mondok rá egy egyszerű példát. Nem bírják el a helyi társadalmak azt, hogy a vállalatok, mint a szélvész közlekednek. Ugye egy vállalat megtelepedik valahol, mondjuk Kolozsváron, 4 évig megy, és utána 1 hónap alatt kalap, kabát, mindent maga mögött hagy, és eltűnik. Ez egy nagyon nagy bizonytalanság. Erre nem lehet építeni. Erre nem lehet családot rátenni. Erre sok mindent nem lehet csinálni. Ezeknek a költségei mindig visszamaradnak a helyi közösségre. Meg azokra az emberekre, bocsánat. Mert ők viszik el a balhét ebben a dolgon. És ez nincs rendben. Tehát ez biztosan látjuk, hogy ez nagyon komoly feszültségeket okoz. Tehát itt azért olyan dolgokkal itt szembe kell nézni, amikkel eddig nem néztünk szembe. És ezt azt gondolom, hogy nagyon tudatosan, nagyon világos fejjel át kell gondolni, hosszú távra kell tudni gondolkodni, globálisan szövetségeseket kell tudni hozzá találni. És kinek a dolga ez? Hát nézze, egy szempontból én elemző vagyok, tehát nekem az az elsődleges dolgom, az alternatívák lehetőségeknek a fölvázolásában, tehát hogy mik lehetség, arra van dolgom, én ezt meg is próbálom megtenni, én ezért mondom, én kritikai szociológus vagyok, én nem csak leírni és megmagyarázni akarom, hogy mi történik, hanem azt gondolom, az is a dolgom, hogy gondolkozok az alternatívákon, de nem az én dolgom eldönteni. Eldönteni ezt csak valamilyen
demokratikusabb folyamat révén lehet eldönteni. Én nagyon félnék attól, hogy úgymond szakértők mondják meg, hogy mi van. Szakértőknek az a dolga, hogy az asztalra letérjenek, és odaüljenek ezekhez a beszélgetésekhez, és elmondják, hogy ők mit látnak problémának, vagy amit éppen javasolnak az emberek, az, ami a probléma. Erről beszélgettünk mi is most egy kicsit, hogy a migráció kapcsán csak az, hogy na majd én egyenként összefogdossam őket, erre azt lehet mondani, hogy ez nem egy adekvát válasz. Tessék ennél komolyabban előállni. Tehát ezeket tudjuk mondani, és ez fontos is. De mindenkinek a dolga bizonyos szempontból. Én azt gondolom, hogy közös felelősségünk van azért, amiben élünk, hogyha ezt passzív módon figyeljük, akkor biztos, hogy csak áldozatai lehetünk a dolognak. Szóval aktivitás nélkül, politikai aktivitás nélkül, hogy a munkásoknak a jogai jobbak legyenek, hogy ne ebben a kiszolgáltatottságban legyenek. Ezt, ha nem kezdődik ott valami, akkor nem is fog megtörténni soha. Tehát, hogy én azt gondolom, ebben mindannyiunknak van felelőssége, hogy ebben gondolkodjunk. És ezt én fontosnak tartom, hogy minél szélesebb és körben, minél nyugodtabban, de minél gyorsabban elkezdődjön ez a folyamat. Köszönöm szépen. Én köszönöm.